100 évvel a trianoni békediktátum után az emlékezés kötelezettségünk és erkölcsi kötőerővel bír, mint ahogy az is, hogy volt sajnos elég időnk, hogy végig gondoljuk ezt a traumát. És a végig gondoltság alapján kell emlékeznünk, hiszen a helyzetet adott korban elemző módon végig gondoló emberek, mint Bethlen miniszterelnök, mint Bánfi Miklós, mint Klebersbeck Kuno, ebben a beszűkített környezetben, ebben az ellenségesnek is mondható környezetben a magyar élet, a magyar kultúra lehetőségeit keresték. Nekünk, a Magyar Művészeti Akadémiának is ez a feladatunk, és tesszük is, tette ezt az Egyesületi Magyar Művészeti Akadémia Makovec Imre vezetésével, és tette ezt, és teszi a Magyar Művészeti Akadémia jelenben is. Ezért is egy megemlékezés sorozattal készültünk erre a szomorú évfordulóra, amely csak részben valósulhatott most meg a pandémiás helyzet miatt, de örömünkre szolgál, hogy Jankovics Marcell kiállítása a Vigadóban megnyílhatott. És Jankovics Marcell kiállításához kötődően azt is el kell mondjam, hogy ha már előbb említettem Bánfi Miklós grófot, hogy közel 100 évet kellett várnia a magyar közönségnek arra, hogy Bánfi Miklós sok művészeti ágban zseniálisat alkotó magyar művész szellemi arisztokrata után egy másik sok művészeti ágban alkotó magyar művész szellemi arisztokrata olyan karikatúrákkal álljon elénk Trianonhoz kötődően, amely nem csak a szomorúságot, hanem a humoron keresztül az életerőt, a dinamizálást is adja nekünk. Jankovics Marcell képei a karikatúra nyelvén, ha nem is tükörképet adnak, hiszen pont ez a lényege, de mégis egy olyan képet tárnak elénk, amely azután, hogy ezt 100 évvel is nézhetjük, büszkeséget is ad nekünk, és azután, hogy ezt most 100 év múlva nézhetjük, végig gondolhatjuk, erőt kaphatunk tőle, néhol-néhol szomorú mosoly is a szánk szélére kerekedik, de ez az erő az, ami azt biztosítja, hogy akár 100 év múlva majd egy a Bánfi-i, Jankovicsi örökséget folytató harmadik magyar ember, művész is elénk tárjon egy ilyen sorozatot, és 100 év múlva majd utódaink megnézhessék azt.